A sajtóban, illetve a közösségi oldalakon is több érintett számolt be arról, hogy elsősorban ugandai, orosz, cseh vagy lengyel ország előhívó számmal jelzett hívást a telefonjuk. De volt példa Burundiból, Grenadából, Szamaoából, Ausztriából és Romániából érkező hívásra is. A legtöbben nem reagáltak a hívásra, aki mégis felvette, az általában a vonal azonnali bontását tapasztalta. A jelenség vélhetően egy újabb úgynevezett skem hullám. Ennek az a lényege, hogy a csalók nemzetközi telefonszámról tömegesen próbálnak embereket rávenni arra, hogy az adott vélhetően emel a fogadó fél visszahívja. Ezek a csaló kezdeményezések bizonyos időközönként felütik fejüket, visszavisszatérnek a gyanútlan fogyasztók megtévesztésére. Az egyetlen fontos dolog, hogy a bizonytalan eredetű külföldi hívásokat és SMS-eket mindenki hagyja figyelmen kívül. A belföldön, hazai mobil számon vagy vezetékes telefonon külföldi számról érkező hívásfogadás nem növelheti az előfizető telefonszámláját. Az MLD-as hívás vagy SMS fogadása alapbeállításként tiltva van minden ügyfélnek. Kivétel jelent ez alól az, aki kifejezetten kérte a szolgáltatót a blokkolás feloldására. Probléma tehát csak abban az esetben jelentkezhet, azaz csak akkor érheti belföldön anyagi kár a mobiltelefon tulajdonost, ha a gyanús számot visszahívja. Egyébként nem, hiszen belföldön a szolgáltatók külföldi hívás fogadása esetén sem számolhatnak fel pluszköltségeket. Értelemszerűen más a helyzet akkor, ha a hazai előfizető valahol külföldön tartózkodik és fogadja az adott hívást. Azonban ebben az esetben is csak az adott szolgáltatóval kötött szerződés, külföldi hívás fogadására vonatkozó, általános díjtételeivel kell kalkulálnia, akár a hívás fogadása, akár visszahívása esetén. Az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben a legtöbb díjcsomagban már nem kell fizetni a bejövő hívásokért, de a többi országban jellemzően igen. Különösen célszerű figyelni erre az Európán kívüli országokba utazva, olvasható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleményében. Sok érintett nem érti, hogyan tudták meg az elérhetőségüket a csalók, az eddigi tapasztalatok alapján a telefonszámokat véletlenszerűen egy szoftver generálhatja, így bármilyen szám hívását megkísérelhetik a csalók.